havas idő. Nem áll, mint itt Szentgyörgyön, hogy esik az eső. Úgyhogy a rénszarvasaimat is el kellett hagyjam. Úgyhogy ezzel az autóval jöttem ide hozzátok. Vártatok már engem? Nagyon? Hangosan. És készültetek valami verssel vagy énekkel? Na. Igen? Na hát akkor hadd halljam. Hú a sugárja, jég a cipője, leng a szakálla, zsög, zsög, teli zsög, piros a ma aranyák, két szarvas múzta, száz fele vitte, zsög, 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 teli zsög, piros a ma aranyák. Jaj, de szép. Jaj, de ügyesek voltatok. Köszönöm szépen, nagyon ügyesek voltatok. Na hát akkor hoztam ám nektek valami kis ajándékot. Mit szóltok hozzá? Örültök neki? Meg mindjárt jönnek a krampuszok. A krampuszok is jönnek, segítenek itt nekem. Tessék, tessék, hoztam nektek. De csak azért ám, mert úgy hallottam, hogy jól viselkedtetek. Igaz ez? Jól viselkedtetek? Szót fogadtok mindig? Kislányok. Igaz ez? Fogjuk rá, igen. Többékelés? Igen. Jó van. Igen. Na hát akkor jól van. Hát örülök neki, hogy ilyen jó gyerekek vagytok. Akkor a jövőben is legyetek ilyen okosak, szépek, szót fogadok, jó? Megígéritek nekem? Akkor jövőre is eljövök, jó? Jól van. Na. Jól van, gyerekek. Hát akkor mi megyünk itt tovább, jó? Várjál, Mikulás, menjünk gyalog, mert itt a következő, itt a... Jaj, hát ilyet kérnek a krampuszok, szegény öreg. Lábammal. Hát, sziasztok! Hát, szia! De aranyos kisgyerek vagy, te hogy hívnak téged? Hogy hívnak téged, megmondod a nevemet? Nevedet? Nem vagyok a Mikulás. És te? Neved van. Esztinek hívnak? Nem fogja megmondani, honnan. Esztinek hívnak? Látod, én kitaláltam. De szép neved van, Eszti. És hány éves vagy, Eszti? Na? Két éves múlt. Kettő? Hát én a háromnak néztelek. Éppen akartam is mondani, hát én meg képzeld el, már 100 éves vagyok. Képzeld el, Eszter. Na, készült el nekem valami verset vagy énekkel? Te Mikulás bácsi, igen? Van valami ének vagy vers? Amit elmondasz nekem? Na, hát akkor hadd halljam. Na, mit mutatok a bölcsiben? Tanultak, csak hát még ugye... Na, anya segít, úgy menni húga. Fog? Húga. Na, anya is énekel, jó? Köszönjük-e. Mikulás, kedves Mikulás. Gyere már. Mind egy gyermek vár. Tanultak valamit, csak még igen. Na, hát valamit mondjál nekem, akkor adok neked valamit, jó? Na már látod, itt adják ezt a krampuszai. Na hát igenis, látod, hasonlít rá? Na hát akkor ajánlom magammal. Na, fogy az egészséggel, és ide nézd, még mit hoztam neked. Úgy, az mind a tiéd. Anya is segít, mert szerintem... Úgy, meg ezt is még. Nem, mi? Nem szeretem. Hullafejhes fehér hó, nem énekled el nekem? Jön! Mi? Nem lesz? Csak akkor szeretnél tőlem kapni egy kis ajándékot? Na hát akkor megkérem a kedves krampuszaimat, hogy legyenek szívesek. Csak szépen sorba, mert Mikulásnak... Igen. Tessék, még ezt a kis cukrot is megkapod.
még van egy kis narancsom is, hogy... Hát segítünk, hogy Mikulás nem van ma olyan öreg. Persze. Hát megérje, hát azt nézre vettük, hogy megérjen. A fájós lábammal, a fájós gyerekammal, de megérkeztem. Hát sziasztok! Már nagyon váltunk Mikulásban. Na kiköszön. Igen? Hangosan. Hát akkor sziasztok, gyerekek! Hogy hívnak benneteket? Megmondjátok a neveteket? Még egyszer? Szabó Marci. Marci, szia Marci, de szép neved van, és neked? Szabó Lili. Lili és Marci, na, hát Marci, Lili, készültetek nekem valami verssel vagy énekkel? Na, mivel készültetek? Énekeljük a bántot. Fehes, fehér hó. Jöjj el, kedves téha, minden gyermek már vár, vidám ének hangja száll. Van zsákodva minden jó, piros alma mogyoró, jöjj el hozzánk, várunk rá. Kedves öreg télapot! Na hát, el is jöttem hozzátok, látjátok. Köszönjük. Nagyon ügyesek vagytok. Na, a krampuszaimat megkérem, hogy akkor... Kaptuk egy kis narancsot. Vitamin is kell. Tessék egy kis... Köszönjük! Szuki Mikulás! A tévénekért. Ezt is ti kapjátok. Tessék egyet. Hát, sziasztok! Hát, szevasztok, gyerekek! De aranyos, fiatal gyerekek vagytok hozzám képest, akkor már 1000 éves vagyok. Képzeljétek el, az északi sarkon jöttem, ahol hatalmas nagy hideg, meg hó, meg jég, minden. De azért idáig is eljöttem hozzátok. Hogy hívnak benneteket? Még egyszer? Anna. Anna? És... Blazsek Bence. Anna és Bence, de szép nevetek van. És ti testvérek vagytok, ugye? Anna és Bence. Na jól van akkor. És énekeltek nekem valamit, vagy egy verset nekán? Na? Lesz? Amit az Avi-ba tanultatok? Elmondod? Na? Adunk érte ilyen nagyon finom nyelvet. Bátran akkor. Na? Mondjad el nekem. Egész nap énekeltem. Nyugodtan elénekelheted, akkor... mindenkit szeret. Hát nem baj, ha nem szükség. Én is besegítek, jó, hogyha énekelsz. Bár lehet, hogy abban sok kiszünet nem lesz, de megpróbálj. Énekeljük el együtt. Tényleg, mindenki énekelje. Mi melyik az a dal? Melyiket énekeljük? Melyiket szoktad énekelni, sok csak meg. Hullafejhez tudod? Hullafejhez fehér hó? Na hát akkor énekeljük azt. Hullafejhez fehér hó, jöjj el kedves télapó, minden gyermek várva rád, mindenki hangja fel, nem szápodva minden jó, piros mondodó. Nagyon ügyes, hogy na hát akkor már is adok nektek egy kis ajándékot, jó? Igen, ezt neked, azt majd anyu begyűjti, most nektek adom először, jó? Mennyi idős a harmadik? Kettő lesz. Gyere már, minden gyerek már, kumpli, cukor, csokoládé, jaj, de jó. De a vigasó gyereknek nem való. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, jó, hogy jössz, minden gyerek van. Kumpli, cukor, csokoládé, jaj, de jó. De a vigasó gyereknek nem való. Nagyon ügyes vagy. Na, akkor kapsz is egy kis ajándékot, a többit azt adják a
A krampuszaim, jó? Énekel te valamit, tudsz a óvodában, amit tanultál. Aztán volt, hogy nem volt, volt a száját, ámpáj, ófáj, szatája, átáj, szatá, tantája. Játétáj, matjátva, átárnád, nád utom, ott a tiótáját, akkor jusson, tió, futa, álma, nem atasztán, mászi, motorófa, vászáékból, vajatot, vítászból, szóta vajatószak, szívúi, vítász, minden táját, italnői, jaját, a mi tuját. Jaj, de ügyes voltál! Hát, hát. Gyere már, gyere már, minden gyerek vár! Krumplit, szoros, csodák, jaj, de jó! De a virgás jó gyereknek nem való! Mi gulás, mi gulás, kedves mi gulás! Gyere már, gyere már, minden gyerek vár! Láthatok már engem nagyon? Igen! Igen? Jó, és akkor természetesen a többiek is voltak. Megkérem a krampuszaimat, hogy segítsenek itt legyen. Tessék! Te még az anya vagy az anya? Anya majd megeszte meg abban. Majd anya. Úgy. Anya, te ilyen átjutnám. Kérlek szépen. Ja, kettő volna, bocsánat. Ja, mi van, akkor add. Na. Meg a krampuszaim még és adnak egy kis ajándékot. Jaj, meg még adom a baba. A baba? Aha. Még valami rumos is. Várjatok, még énekelnek tovább. Nagyon ügyesek voltatok. És nagyon siettetek, ugye, amikor fel kellett jönni, ugye? Mert látom azon a cipőn, látom nagyon, hogy sietett a cipő, igen. Mikulás bácsi, akkor jutalmat kapjanak ezek a gyerekek, mert nagyon ügyesek voltak. Igen, igen. Lassan, hát Mikulás bácsi, hogy tudjanak fotózni is, jó? Igen, jó, és akkor ez így. Mint egy sajtótájékoztató. Ezeket meg én adom nektek. Mikulás.
Hát akkor egy sőt, még adok ilyen. Hát hát nézzük is, akkor is van a tévét, persze. És akkor ajándék? Na hát akkor én most hoztam neked egy kis ajándékot, jó? Meg a tesómat. Wow. Mindjárt illapú, bábé, Mikulás bácsi adja neked, hogy neked hoztam. Igen. Jó, egy fotót a Mikulással. Igen. Jó, na akkor ide állok mellé, jó? És akkor csinálok itt a... Most ide nézed? Ráhozok egy kis fotót. Jaj, de jó. Majd elküldöm anyának, és megnézed. Na. Rajta! Jaj, de nagyon ügyesek voltatok! Kaptam három egy kis ajándékot. Úgy, de szép körmöd van. Igen, van még egy babola. Ó, igen. Neked is hoztam. Már százat fogjuk. Mikulás. Vagy azért adjunk neki is? Jó napot! Hát... Ariel, nem mondta? Jó testvér! Nem szoktatok veszekedni? Hát néha. Néha? Na, hát akkor kapsz tőlem egy ajándékot. Ez a tesóért. Neked is a tesóért, nem fogod igen. Aztán eldugni? Ha nem álmodtál az esetben, mit is eldugod, és te fogod meg. A Peti fejében ilyen meg se fordulna. Meg a mandarin. Ha ki tudod. Hú, a sugája, jég a cipője, lem a szakálla, zsák, zsák, teli zsák, a piros alma alapán. Jól van, nagyon ügyes vagy. Aztán majd egy-két év, aztán a testvéred is csatlakozik majd az énekhez, ugye? Igen. Igen, na jól van, akkor adok nektek egy kis ajándékot, először a kis dolgokat kezdünk. Mikulás bácsi, jaj! Nagyon ügyes voltál! Jaj, jaj, jaj! Odaadom az apának, hogy mindannyian nagyon nagyon. Hát, szia Mirabel! Verset vagy éneket mondasz nekem? Készültél? Na, tudod, tanultad! Most is énekelted, az előbb énekeljed! Most nem. Na, hát akkor a Mikulás bácsi ad neked egy kis... Csoki Mikulás, a Krampuszok meg a többi is adják neked. Vagy ja, hol van a többi Krampuszom? Mondjad, mire köszönöm. Csomagtartva vagány. Ja, aznak a Krampuszok. Nem, rosszak voltak. Rosszak voltak. Azért na. Nem is kapnak szaloncukrot. Jól van, na hát akkor megyünk is tőle. Tovább. Jó. Köszönjél, Mira. Sziasztok. Köszönjél a télapot. És akkor szépen megyünk a lányokkal, folytatjuk. Tessék, és akkor a Krampuszai még adnak nektek egy kis... Ja, akkor a Krampuszom, a tönki Krampuszot bent van az autóban. Rosszak voltak, most nem kaphatnak semmit. Nagyon rosszak zárva oda az autóba. Odaadom anyának, jó? Hozok még szaloncukrot.
Sajnos. Igen, mióta vártatok? Hát a harmadik tesó. Mióta vártatok? Fél órája. Na hát akkor most itt vagyok. Verset mondatok nekem, vagy éneket? Készültetek? Hát. Hmm? Azok, hogy nem tudom most egy éneket sem. Nem tudtam már éneket? Hát nem bajám, hogyha nem csak mondom, megkérdezem, hogy hát, hogyha... Na, megkérem itt a krampuszomat, hogy segítsenek a Mikulát. Kicsit. Igen. Jó, igen. Hát, aztán adom és osztom nektek az ajándékot. Jó. Neked is. És akkor a harmadik kecsolnak meg. Mikulás most erre jár éppen. Hát, hoztam neked egy kis csokoládét. Ehhez már ilyen csokit? Majd megeszi ki apa. Majd megeszed. Ja, jövőre már lejár a szavatosságom. Az nem lesz jó. Na, én vagyok csak csoki formában. Szia, Mikulás! Szia! Ja, köszönjük, de nem kell, csak egy nézésre mondom. Ja, egy nézésre jöttem, nem azért, hogy csak nem a Mikulás. Megnéztek a nézését, meg a jár. Ja, igen. Ez a jár a Mikulás. Vedd el a beszélét is a Mikulás bácsi, amit gyerek. Igen, meg anyának is adunk, akkor az oda szólunk a gyerekeinkhez, jó? Na hát! Leng a szakálla, zsák, teli zsák, piros a maranyák. Jó. Hula fejes fehér hó, jajjál kedves télapó, minden gyermek várva vár, virág ének hangja száll. Bazsánkok van, minden jó, piros a maranyó gyóró, túrrég hozzánk várunk rád, kedves gyerek télapó. Akárcsak a kende, játékkal megjavva, hátán ennek futott, hogy aki jól gyerek, annak abból jusson. Fia, füge, alma, na meg aztán más is, magyarok a vesztejéből, faragott virgács is. Sútba bele dorsan, jöhet a, nem, Csihipuhi virgács. Minden gyerek igen nyolni, jöhet a Mikulás! Jó, hát látjátok, nagyon sokat utaztam azért, hogy idáig eljöjjek hozzátok. Jó, na hoztam is nektek egy kis ajándékot, jó? Kérem a krampuszomat, hogy segítsenek, és akkor adok nektek egy kis ajándékot. Jó, ez én vagyok csak Csokiból. Te is vártál engem. Itt a télapó. Igen. Itt a baba, mint a télapó. Madár. Hát, szia. Madár. Ott a vlacsa. Mindig a papa. Itt ott a vlacsa. Ott a papa. Hát, szia. Néha. Aztán mindenki jól viselkedett itt a gyerkőcök közül, meg a felnőttek közül. Az anya, apa is jól viselkedett? Mi? Meg a nagypapa is jól viselkedett? Hm? Na most látja Mikulát. Igen. Na, hát gyerekek, hoztam nektek egy kis ajándékot. Jó esti, Mikulát! Álva Isten, már nem sokára látom, megy nyugdíjban Mikulát. Már alig tud menni. Hát akkor adok nektek egy kis ajándékot. Alig is menni a botta. Nem sokára megy nyugdíjban. Tessék ezt neked is hoztam. Hogyha megeheted, anya elteszi majd. Hogy énekelni. Hogy énekelni. Igen. Van, tesó, neki is akkor. Öt kis testvéred? Testvéred, kis testvéred. Várjál, várjál. Ja, de közösen énekeljünk egyet. Ne. Ezt neked meg a kis tesónak. Még van, itt vannak a krampuszok. És hoztunk is neked valamit. Készültél dallal vagy versen esetleg? Van valami, amit el tudsz nekem mondani? De csak akkor ám, hogyha szeretnéd. Na. Na, menj, bassza, mit van?
Hát a Mikuláshoz van szokva az északi sarkhoz, úgyhogy nem. Nem mutáljál most, ha nem szeretnéd, nem? Nem, ott jó, ott van, akkor majd jövőre tesz egy Mikulás bácsi. Várunk akkor egy évet, tudod milyen gyorsan elröltünk. Hát vártál már rendben? Nagyon? És készültél is valamivel? Nem. Hát úgy gondoltam, hogy énekes nekem valamit, hogy vers, vers, semmi. Nem. Jó, nem bajám. De legközelebb, amikor majd jövök, mondasz nekem egy verset, vagy versetél, vagy nótát énekelsz nekem, akkor az nagyon jó lesz, azt nagyon szeretem hallani, jó? Egy év múlva majd akkor is lépünk, jó? Na most akkor hoztam neked egy kis ajándékot, hogy a frankusaim segítenek, én adok neked egy csoki Mikulást!